Halljad, Izrael! A zsidó felekezet fél órája következik. Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Augusztus 9-én, kedden délután, 13:30, azaz 5771, Áfhó 9-én, Tisá B'Ávkor. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Brajer Péter, a Magyar Rádió 19-es stúdiójából. Stúdiónk vendége Radnóti Zoltán, az Újbudai körzet rabbia. Vajon köszönnek ilyenkor salommal? Ebben a három hétben, amik a héber dátum szerint Támúz 17-ével kezdődik, és Áv hónap 9-ével végződik, egy picit visszaveszünk az örömeinkből, olyannyira, hogy mire elérkezünk Áv hónap 9-ig, a zsidóság legnagyobb gyásznapja, az egész zsidó nép, az egész zsidó közösség egy gyászoló közösséggé változik át, és gyászházban nem köszönünk salommal, egyet nem is köszönünk, mert egy kicsit, nem is kicsit, ez nagyon nagy öröm, hogy valakinek tudunk köszönni, és ilyenkor az örömöt megvonjuk magunktól. Most Áfó 9-én, különleges adásunk idején, mi történik a zsidó otthonokban, a zsinagógákban? Mindenek előtt ez egy gyásznap, azaz böjtölünk, mondhatnánk azt. Ugyanúgy, mint Jom Kipurkor? Ugyanúgy, mint Jom Kipurkor szinte. Jom Kipurral az a különbség, hogy Jom Kipur régen egy örömünnep volt. Mert bár böjt van, meg rengeteg gondolom, amitől ember megtartóztatja önmagát, de ez úgy, hogy sabbat-sabbaton, szombatok szombatja Jom Kipur, és azért imádkozunk, hogy jó évünk legyen, és hál' Istennek hiszünk a saját imáinkba, ezért hiszünk azt, hogy kívánkozunk a jó évet a jó teremtőtől, tehát örülni kell a végén. Régen még körtáncoltak is délutánonként Jeruzsálemben. Ezzel szemben Tisza B'Ávkor semmiféle öröm nincsen, hanem pont az ellentétje van, a saját bűneinkkel, a saját vétkénkkel volt szembenézés, és a böjtnek a szertartásai által, mert a zsidó vallás szerint szertartások által üdvözülünk, és nem hitáltal üdvözülünk, hát a szertartásai által nem iszunk, nem eszünk, nem élünk nemi életet, nem fürdünk meg, nem veszünk föl bőrcipőt, amely kényelmesének a szimbóluma. Próbálunk ráébredni arra, hogy az emberi lét, az emberi ego mégsem a legmagasabb szint a világon. Ezáltal, amikor elkezdünk gyengülni, már meg elkezdjük érezni, hogy oppá, én aki olyan vagány legény vagyok, nem tudok kilépni a lakásomban, van gyenge lettem, egy napnyi böjtő, akkor azt mondom, igen, van valami erősebb erő a világban én nálam, és erre figyelek, ez az Isten és az hagyomány. Na, ez mind rendben van, de hát a bűnt nem mi követtük el, nem mi romboltuk le a szentélyt, nem mi gyújtottuk föl, és tulajdonképpen Tisza B'Ávkor többek között erre emlékezünk. Pontosan, ez egy nagyon jó kérdés, ezt mindenki megkérdezi, és nekem is, amikor beszélek a zsinagógában, első kérdésem, hogy mi közöm nekem egy ezelőtt 2686 évvel ezelőtti babilonai pasihoz, akit úgy hívtak, hogy Nabukadnezár, bement és lerombolta a szentét, majd rá 500 évre, 600 évre a Titus is lerombolja a szentét. Mi közöm nekem ehhez? Azon kívül, hogy szenvedek és kapcsolódok valamilyen módon a közösségemhez. Na pont ez a lényege. A zsidó nép egységesen üli meg az ünnepeit, és egységesen üli meg a gyászát. Ezáltal pontosan kapcsolódok nem csak a barátomhoz, akik mellettem ülnek, a saját történelemhez is. Most pontosan olyan divat az, hogy az ember visszahozza a saját népnek a történelmi eseményeit, akár 80 évre, akár 150 évre. Hát a zsidó nép büszke, hogy egészen 2500 évre vissza tudja vezetni a saját történelmét elég fixen, sőt a saját gyásznapjait, és az, hogy én a saját valóban szertartásaimmal, dallamaimmal visszanyúlok a népemnek a történelmét, akkor én valamilyen módon oda képzelem magam, és átélem ezeket a dolgokat, és ez, hogy egyesülök a saját múltammal, ha valaki ez őszinte meg tudja csinálni, oda tudja képzelni augusztus közepén, egy ostromolt város közepén, ahol jönnek a ókori hordák, akkor már sikerrel jár. Tehát ez egy nagyon fontos pontja, hogy oda tudom magam képzelni Jeruzsálembe, menekülők közé, hegerűs háztetőmbe, a zsidó népnek a történelmében. És ettől lesz ez a vallás, ez a közösség olyan, ami tud tovább lépni. Mert ebből mi tovább lépünk, tanulunk belőle, okolunk belőle, tehát a gyásznapok is arról szólnak, mint mondtam, hogy a megtérésre buzdít bennünket. Természetesen a világ összes zsinagógáiban így történik a gyász. És akkor nézzük, hogy tulajdonképpen hogy is történik a gyász. Ma a kora reggeli órákban volt-e rendesen reggeli istentisztelet, avagy az istentisztelet is, a reggeli is, és az egész napi másképp alakul, mint általában? Hát, természetesen ugye mind hétfő este, mind ma reggel a zsinagógában összegyűltünk. Van egy különleges ima, amit ilyenkor mondunk el, egy bibliai könyv, Jeremiás irálma, egy eléggé szomorkás dallammal. A földre ülünk,
a lámpákat leoltjuk, és az egész zsinagógában le van kapva a földre mécsesek, körülbelül 100 mécsest raktunk le a földre mi is. És nagyon megdöbentő az élmény, aki ezt látja. És reggel pedig, mint mondtuk, hogy mindenféle örömtől megtartóztatjuk magunkat, ide tartozik például, hogy nem rak föl egy zsidó férfi ezen napon se ima szíjat, se ima sálat, mert egy öröm fölrakni egy zsidó ember számára ezeket a tényleg ékszereket, hiszen a zsidó történetben a férfiak ezzel az ékszerrel napról napra odállt a jó teremtő elé. És nagyon érdekes ennek a egésznek a hangulatára, idehoztam a Shlomo Ganzfried nevű rabbi, aki magyar rabbinak a Suháru kivonata című könyvéből három mondatot, hogy hogy áll ez az ember a 19. század közepén, mint törvényhozó az ünnephez. Halljuk. Azt mondja, mica kötelessége Izrael egész gyülekezetének, hogy közös szenvedés csapás idején, mely ne jöjjön ránk többé, bőtöljön és imádkozzék közös szenvedésükben az örökkivalóhoz, dicsétessék az ő neve. Ám. Ha az idő nem alkalmas a bőjtre, például üldöznek, kiknek nem is szabad bőjtölniük, hogy meg ne gyengítsék erejüket, vállalják magukra, hogy ennyi meg ennyi napot bőjtölnek, miután majd megmenekülnek. Olybán számít nékik, de most bőjtöltek volna. Azaz, az az érdekessége, hogy ha menekülni kell, akkor ne bőjtöljél. Majd ha megnyugszol, akkor bőjtölj újból. Tehát a megtérés az nem arról szól, hogy a fájdalomban, jaj, jó Istenem, segíts meg engem, hanem az örömben, a megmenekülés pillanatában, és azt mondja, hogy igen, jól élek, van nagy autóm, szép lakásom, szép országom, de ebben a pillanatban is tudok emlékezni a fájdalmakra. Aktualizáljuk ezt egy pillanatra, aztán visszatérünk magára a bőjtre és a templomi szokásokra. Ha például a mai zsidó állam Izrael háborúba kezdene, vagy megtámadnák most ezen az ünnepen, akkor a bőjtöt meg kéne szakítani, vagy hogyha a bőjt beállt előtt kitörne a háború, akkor a háború ideje után, majd amikor kitör a béke, kéne kezdeni a bőjtöt? Ajánlom erre a kérdésre azt képen, valaki üssebb a Google-be, hogy Yom Kippur-i háború, vagy Yom Kippur War, angolul, és talál kb. 100 oldalnyi anyagot rögtön, hiszen Yom Kippur napján támadták meg Izrael államát az arabok, és akkor természetesen minden egyes férfinak és nőnek a kötelessége, mice kötelessége az országot megvédeni, azaz enni, inni és erősnek lenni, sőt, aki ezt nem teszi meg, az szegi meg a Tórát. Tehát ilyenkor meg kell csinálni. És akkor nem lehet kihagyni azt a kérdést, hogy azon hallgatóink, akik idősek, betegségbe szenvednek, kötelesek-e ezt a bőtöt betartani, avagy felmentést nyernek, ugyanúgy, mint Yom Kippurkor? Természetesen az életvédelme az mindennél fontosabb, azaz nem lehet erre általános választ adni, hogy fel van mentve. Persze, amikor mindig beszélünk a rabbiával, mert ez a két bőjt szembe, a három másik kis bőjtre, amikor már valakinek szembetesség, akkor is fel van mentve, meg a állapotos nők, Tisza B'Av és Yom Kippur szigorúbb. Tehát ott meg kell nézni pontosan, hogy mi az emberbetegséget, és így kell dönteni, de természetesen, aki gyógyszert szed, cukorbeteg, szívbillentyűje van, vérhigított szed, természetesen be kell vennie, de hozzá kapcsolódó étkezést azt megveszi a rabbi, hogy mennyit, hogyan, mikor ehet és hogyan kell ennie, és éppen ez a lényeg, hogy nincsen ilyen egyértelmű válasz. Minden egyes ügyet külön végig kell beszélni, meg kell beszélni, és minden ember egyedi ember, minden eset egyedi esze. Használjuk a rabbinkat. Igen. Ott tartunk, hogy eljött a mai reggel, nem tekertük fel a tfilint, az imaszit, nem terítettünk magunkra a talitot, az imasálat, akkor lehet, hogy az egész imarend megváltozik. Mit imádkozunk ma? Mi a templom rendje? Rendes reggeli ima van egyébként, de kiadjuk belőle azokat a részeket, amik Jeruzsálemről szólnak. Például nem mondunk a kohén áldást, illetve, mint mondtam, elmondjuk, elénekeljük Jeremiás síralmait, az a neve hébről, hogy Éhá, azt jelenti, hogy hogyan, könyv első soráról lett elnevezve, így hangzik magyarul, hogy miképpen maradt magányos az egykor nagy népű város, tehát az Jeruzsálem, tehát ezt mondjuk el, és vannak bizonyos gyászdalok, és van egy híres hispániai költő, még a középkorból, Júdaha Lévi, ő neki a Cionidáit énekeljük el, Cionról ír dalait énekeljük el az ima végén. De egyébként nagyjából az ima rend olyan, mint mindig, csak berakjuk ezeket a gyászos dolgokat, Jeruzsálemre emlékezve, mert az egész Tisza B'Av arról szól, hogy nincsen Jeruzsálem, és ha nincs Jeruzsálem, nincsen szentése, és ha nincs szentély, akkor a zsidó központiság is megszűnik, és erre mindenképpen ilyen módon kell emlékezni. A nap folyamán kinyitjuk a Tóra szekrényt, elővesszük a Tórát. Természetesen. Bőjtnapon mind reggel, mind délután van tórolvasás. A reggeli
és a délutáni túlolvasás mindig arról szól, hogy a saját vétkünkkel szembesülünk, de például ugye arról szól, amikor Mózes eltűri a kőtáblákat, és Isten megbocsát újból a népnek. Tehát ugye a Jeruzsálem elpusztulása minden bőtnap egy kicsi tóratörés is számunkra, és a végén mindig, amikor délután fölvesszük a tfilint, azt mondjuk, hogy igen, megbocsájt meg az örökkévaló. És van még egy fontos ima, amit bőtnapokkor mondunk el, ez a bizonyos Avinu Malkinu, ami a közhiedelemben az van, hogy csak is ugye a nagy ünnepek, új év, Jom Kipurkor mondjuk, illetve a kettő között. De van egy szövegverziója, amikor azt mondjuk középen, hogy írjál be bennünket az jó életre, meg pecsételj be bennünket a jó életre. Ilyenkor azt mondjuk bőtnapon, hogy Zohrénu Lehaim Tovim, emlékezzél ránk, hogy legyen jó életünk. És ebben a komolyabb kéréseink nem azt mondjuk, hogy írjon be, hanem az, hogy emlékeztessen. Ezt kevesebben tudják, de az Avinu Malkinu rabja kívának a fantasztikusan szép imája, amit sokan énekeltek és imádkoztak el nyilvánosan is, és nagyon népszerű ez ennek a ünnepnapnak egyik ilyen eltitkolt, de nagyon szép ima betétje. Akkor gyásznap van is Avinu Malkinu. Avinu Malkinu, Zohrénu Lehaim Tovim, emlékezz meg a jó életre. Avinu Malkinu, Zohrénu, Legeula Visua, emlékezz meg rólunk megváltásos segítségre. Avinu Malkinu, Zohrénu, Lepárna Szavechalkala, emlékezz meg, hogy jól élhessünk, és hogy megélhessünk. Avinu Malkinu, Zohrénu, Liszkujot, atyánk idejünk, emlékezz ránk, és az érdemeinkre. Avinu Malkinu, Zohrénu, Leszlichau mechila, emlékezz ránk a megbocsátásra, és hogy elnéz nekünk a vétkeinket. Tehát ez a pár kérés, ami megváltozik a nagy ünnepekhez képest a gyásznapokon, hogy arra kérjük a jó Istent, hogy nézzen ránk, és legyünk ebben a nagy szórezben, ebben a nagy bajban, amiben éppen vagyunk, és ami miatt bőjtölünk. Mikor fog véget érni maga a bőjt? Kicsit 9 óra után ér véget a bőjt, egy 25 órás bőjt, tehát nap nyugtától nap nyugtáig tart, tehát 25 óra. A délutáni tóraolvasás után az emberek még hazamennek, vagy akkor már ott maradnak? Nálunk az a szokás, hogy úgy csináljuk meg a tóraolvasást, hogy utána tudjunk imádkozni esti imát is, tehát egy kicsi szünettel, és mire hazaérünk, addigra tudjanak már enni az emberek, vagy pedig mi az szoktunk enni a sinagógában, tehát ott csak egy kis ilyen könnyített étkezést, hogy pont úgy csúszunk bele a bő kimenetelébe, hogy tudjunk még ott enni. Gondolom, Tisza B'Av előtt is van áruhámafszeket. Van egy elválasztó étkezés minden bőjt előtt, erre azt mondja a hagyomány, hogy ez amit, hogyha kétszeresen bőjtölne az ember, ha őt egy jót eszik. Ilyenkor szinte zsinóban van egy szokás nálunk, hogy előtte a bőjt előtt közösen eszünk egy picit, nem nagy étkezés, hanem kis salátát, kis kenyérkét eszünk, hogy tényleg ne otthonról jövve, plusz egy órát rábőjtölve kelljen kibőjtölni ezt a 25 órát. Tehát mi közösen eszünk egy ilyen szózatnap szelketet, egy ilyen elválasztó étkezést, és általában a végén is meg kell még szervezni pontosan majd, hogy a végén közösen tudunk egy kakaót, meg egy kis kalácsot enni majd. És ezt csak Mende mondta, hogy ilyenkor erős kóser pálinkát isznak a bőjt után? Így van, nagyon kellemes erős kóser pálinka, az nagyon finom, aki szereti. Beszélgetésünkben említette, hogy 2 szentélyt is, ami nem máshol, hanem Jeruzsálemben volt, elpusztítottak. Ezzel azt akarja mondani, hogy már 2500 évvel ezelőtt is tudták, hogy a zsidók fővárosa Jeruzsálem? Akkor még tudták. Ma már sokan nem tudják. Természetesen ugye azt a földet, amiképpen az Ószövetségben le van írva, melyik mind a zsidóságnak, mind a kereszténységnek a szent könyve, Dávid király készpénzért megvásárolta a területet, és odaépítette fel a szentét. Éppen ezért a jeruzsálemi ott létünk folyamatosságában egy zsidó ember számára nem lehet kérdéses. Hogy ki lakik még Jeruzsálemben velünk, mellettünk békében, azt szoktam mondani, zsidóként, meg rabiként bárki lakjon ott, ameddig nem bánt bennünket, és azt a békét, amit a város neve az Jeruzsálem, Irsálem vagy Irsálom a béke városa, maga elvárodott lakóitól. Budapest is a béke városa, sok-sok zsinagóga és közösség egymással együtt és egymás mellett él. Halljunk, ha már itt van valamit az újbudai közösségről, hogy élnek Újbudán a lágymányosi körzetben a zsidók? A körzetben nagyon jól élünk. Azt szoktam mondani, hogy viccesen, hogy ez a budai vártól a bécsi burgi egyedüli zsinagóga, tehát elég nagy a lefedettsége, de komolyra folytva szólt egyébként, tehát a zsinagógában mind a ünnepénk, mind a hétköznapjainkon elég távolról is eljönnek, mert szeretik a közösséget és a közösségnek a milliójét. Aki megnézi a honlapunkat, amely www.zsinagoga.net,
a vegas.net. Láthatja azt, hogy vannak programjaink, oktatási programjaink, hibányelv oktatás, talmud oktatás, gyerekima, tehát rengeteg olyan dolga próbálunk kedveskedni a hozzánk eljövőknek, ami szerintem zsinagógánál evidencia, hogy működjék. Mi a helyzet az utánpótlással? Nagyon érdekes. Múlt héten, ez nem tudom hány körülse mondhatja el, egy szombat reggeli normális imánál 4 állapotos hölgy volt a zsinagógában. Tehát ez a default, ez az alapállapot, hogy fiatalok vannak, ahol vannak, és állapotos, és ifjú hölgyek és urak, és esküvők, és minden, ami ehhez kapcsolódik. Talán ennek köszönhető, hogy a legutolsó választások eredményeképpen ön belekerült a BZH előjáróságába. Mit tesz ön a BZH előjáróságában azért, hogy a hamarosan ránk köszöntő 5772. esztendő szebb és jobb legyen? Én csak egy 12. rész végül előjáróságnak, és a rabbi kollégák bíztak meg engem azzal, hogy menjek oda, és képvisem önmagamat és a vallás a előjáróságon belül. Én most telefonosnak tartok, és ha már itt a mikrofon előttem megragadom a mikrofont, hogy lesz népszavazás nem sokára, ahol ismét fölteszik a kérdést, amit föltettek már 5-4 vagy 60 évvel is, ki a zsidó. És tudom, hogy a zsidó embereknek nagyon nehéz újból magukat lajstromba vetetniük. Kelemetlen, félnek. De a jelenlegi politikai rendszer ezen népszavazás alapján fogja támogatni az egyházakat, a közösségeket, tehát én mindenkit szeretnék bíztatni arra, és majd egy kampányt kell csinálnia együtt, szerintem az nem vagyok most éppen, hogy együtt az összes zsidó közösség, beértve reform, neológ, ortodox, emig, habad, közösen kiállva, hogy nem elég zsidónak lenni, annak is kell látszani, tehát föl kell válni a zsidóságot, mert ezzel tudunk segíteni a saját gyermekének, unokáinak is, hogy azt a hátteret megteremtsük nekik anyagilag is, meg érzelmileg is, ami az ő zsidó felüldésükhöz kell. Tehát ez a legfontosabb projektem most ebben a pillanatban, hogy ezt valamilyen módon összehozni, ezt a közös kiállást, hogy váljuk fel a saját zsidóságunkat. Ez rabbi úrnak a személyes véleménye, avagy a mazsi hisz és ez a bézsi? Ez én saját véleményem, ők mi nem tudják, vagyis most már tudják, és ha hallgatják a rádiót, hogy ez, amit nagyon szeretnék elérni, illetve az, hogy mint rabbinak, és nem csak nekem, az összes kollégámnak az a feladatunk, hogy örködjünk azon, hogy a zsidó közösségek a hagyományok alapjaira épüljenek rá. Ez a legjobb fundamentum, amit meg lehet találni az elmúlt pár ezer esztendőben. Mit vár, mit kíván a hamarosan ránk köszöntő 5772-es zsinagógai új esztendőtől? Amit az Ávi Noár klubban is elmondtunk, és egyrészt jó életet, zsidó életet, és amit mondtam, hogy a zsidóság, ezt meg kell tanulni mindenkinek, nem a hit által, ma tettek, a jelenlét által üdvözül, hát akkor vagyunk zsidók, ha teszünk érte, és ott vagyunk, azaz legyünk zsidók kézzel, lábbal, szájjal, szemmel, és minden érzékszervünkkel, kezdve a lakásunk ajtajától befejezve a konyhánkig, és utcán is a zsinagógában is, tehát csak ez az egyedüli útja annak, hogy valóban a zsidó életnek újból olyan szansza legyen Magyarországon, mert ez a mi múltunk, amire emlékezünk, ezt akarták elpusztítani, mint a babiloniak, mint a rómaiak, és ezt építjük föl mi évről évre, amikor Tisza B'Ávkor megemlékezünk erre a pusztításról. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és további jó böjtöt. Köszönöm szépen.